Sziasztok! Szerintem sokan tudjátok, hogy az ősz a kedvenc évszakom, szeretem az illatait, a színeit, amikor süt a nap, de azt is, amikor esik az eső, viszont nem szeretek beteg lenni. De ugye ki szeret? És az ősz az az időszaka az évnek, amikor sajnos nagyon sokan leszoktak betegedni, legyen szó megfázásról, influenzáról, torokgyulladásról, arc- és homloküreggyulladásról, és a többi, és a többi. Ezért arra gondoltam, hogy ebben a videóban összeszedem nektek azokat a tippeket, amiket én minden esetre beszoktam tartani, hogyha beteg leszek, hogy minél hamarabb újra egészséges lehessek. Olvasni fogom a kis listámat, hogy semmit el ne felejtsek, ezért fogok néha lefelé kuksolni. A legelső, amit felírtam magamnak, az az, hogy menjetek el orvoshoz. Ezt sokáig én sem tartottam be, mert úgy voltam elő, hogy amíg ki tudok kelni az ágyból, addig el tudok menni dolgozni is, mert éppen szükség van rám a munkahelyemen, mert a kollégáim fele is beteg, és mi van akkor, hogyha én is beteget jelentek, és a többi, és a többi. Viszont nem, ilyenkor ti és az egészségetek a legfontosabb, mert hogyha egy betegséget még időben elcsípünk a kezdeti fázisban, akkor egy pár nap alatt ki lehet heverni jobb esetben, mint hogyha egy betegség által amúgy is leterhelt szervezetet túlhajszolunk, akkor a betegség is elnyúlhat akár hetekig is, úgyhogy tényleg érdemes elmenni orvoshoz, és betegszabadságon maradni otthon. Hogyha már otthon maradunk, akkor maradjatok az ágyban. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg, mert nem is olyan régen, vagy hát ebben az évben volt egy betegség, ami tényleg ágynak döntött, és nem is igazán tudtam felkelni, viszont így, hogy hát kb. Ilyen másfél napot szinte csak az ágyban töltöttem el, és rengeteget aludtam, így jóval hamarabb meggyógyultam. És ez nyitotta fel a szemem arra, hogy tényleg érdemes az ágyban maradni, és ilyenkor én például hajlamos voltam mindig arra gondolni, hogy oké, hogyha itthon vagyok betegszabadságon, akkor az szinte olyan, mintha szabadságon lennék, vagy mintha időt nyertem volna arra, hogy bepótoljam azokat az elmaradásokat a háztartásban, amire előtte nem volt időm. Úgyhogy sokszor elkezdtem itthon betegen takarítani, nagy mosást tartani, nem is tudom mit csinálni. Ez ugyanolyan, mintha bemennétek dolgozni, csak éppen itthon teszitek meg ezt. Nem. Maradjatok tényleg ágyban, legalábbis a betegség első fázisában, mert tényleg ez segíti a leginkább a szervezeteteket abban, hogy fel tudja dolgozni ezt a betegséget. Aztán szedjétek rendszeresen a gyógyszereiteket. Én hajlamos vagyok elfelejteni szinte mindent, úgyhogy erre is vagy ébresztőt szoktam beállítani magamnak, vagy egy kis notezba írom fel, ahol kipipálhatom mindig, hogy melyik időszakban, melyik napszakban milyen gyógyszert kell bevennem, és ez tényleg fontos, mert hogyha az orvos felír nektek egy gyógyszert, amit tényleg be kell szednetek, akkor az segíti a gyógyulásotokat. Illetve ami még szerintem fontos, az például az antibiotikumoknál, amikor valakinek felír az orvos egy ilyen, nem tudom, 7 vagy 10 napos antibiotikum kúrát, viszont az 5. nap után az illető már jobban érzi magát, és legyint egyet, hogy oké, akkor már be sem kell szednem a többi gyógyszert. Nem vagyok egészségügyi alkalmazott, nincsen jártasságom ebben a témában, viszont úgy gondolom, hogy nem hiába írják fel ezeket a gyógyszereket ennyi időre, és tényleg szükséges ez ahhoz, hogy utána teljesen fitten és egészségesen tudjunk megint munkába állni. Aztán igyatok sokat. Szerintem ezt mindenki ismeri, mindenki hallotta már kisgyerekként is, ezért szokott nálam lenni ilyenkor mindig, vagy egy termoszban tea, vagy egy üvegben sima víz. Szerintem ez a két legfontosabb folyadékforrás, főleg akkor, hogyha valaki beteg. Teára mindenféle tea jó szerintem, de én gyömbérteát is szoktam bevetni, főleg, hogyha meg vagyok fázva. Ezt régen én mindig lereszeltem, viszont utána azt hallottam, hogy jobb, hogyha a gyömbért ilyen apró karikákra vágja fel az ember, és úgy főz belőle teát, úgyhogy azóta így csinálom. Belőle a teát lehet ízesíteni citromlével is, vagy citromnak a reszelt héjával, mézzel, tényleg ki hogy szereti, illetve az aranytejet szerettem volna még megemlíteni nektek, amit folyékony aranyként is szoktak emlegetni. Ennek a kurkumapaszta a lényege, amit be fogom linkelni az infoboxba, hogy lehet elkészíteni, és ezt akár minden nap is lehet inni, mert hogy egy nagyon egészséges dologról van szó, viszont be kell vallanom, hogy nekem csak olyankor szokott eszembe jutni, amikor tényleg beteg vagyok, hogy elkészítsek magamnak egy ilyen pasztát, amit utána a tejben, növényi tejben felold az ember, és utána elszűrcsölget melegen. Amellett, hogy finom, amellett egészséges is, és ahogy mondtam, a receptet az infoboxban megtaláljátok. Aztán irányakád.
Természetesen nem akkor, hogyha magas láza van az illetőnek, viszont egy meleg, habos fürdő igenis jót tud tenni, mert kényezteti az embert, tehetünk a vízbe illóolajokat is, én előszeretettel szoktam eukaliptusz illóolajat használni, nekem amúgy is ez az egyik kedvenc illóolajom, és így vízbe téve is nagyon szeretem, illetve lehet kapni olyan habfürdőket, amik kifejezetten ilyen megfázásra való habfürdők, a Baleától is láttam már, azt hiszem ilyet, illetve a Clive márkától is. Pihenj! Ez már nem csak arra az időszaka vonatkozik, amikor még ágyban kellene maradnotok, hanem utána is. Tényleg szánjatok időt magatokra, és inkább olvassatok egy könyvet a kanapén fekve, vagy nézzetek sorozatot, nézzetek filmet, de tényleg pihenjetek és koncentráljatok a gyógyulás folyamatára. A megfelelő viseletet is felírtam, ami azért fontos, mert én alapvetően nagyon szeretek kuckózni, viszont amikor beteg vagyok, én nagyon elesettnek tudom érezni magam, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ilyenkor, ami számomra nagyon fontos, az az, hogy a komfortzónámban érezzem magam, hogy jól érezzem magam, ezért egy melegítő alsót szoktam felvenni egy pulcsival, vagy egy pólóval és kardigánnal, hogyha a kanapén vagyok, akkor beszoktam takarózni egy puha és meleg takaróval, mert ettől érzem jól magam. Emellett van egy mamuszom is, amit nagyon szeretek felhúzni a kis virgácsaimra, mert hogy melegen tartja a lábamat, és igen, kényelmes viselet, ami puha és meleg. Szerintem ez is nagyon fontos ahhoz, hogy jó közérzetünk legyen betegen is. Aztán ez már arra az időszakra vonatkozik, amikor már az ember egy kicsit jobban érzi magát, szedjétek rendben magatokat, mert egyszerűen jól tud esni az embernek ilyenkor, amikor egy betegség után például, nekem például a hajmosás ilyen, egy betegség utolsó fázisánál mindig úgy érzem, hogy ezzel együtt így lemosom magamról a betegség maradékát is, és egy kis kényeztetés, egy kis spa délután, vagy egy-két óra, amikor csak magatokra szántok időt, és tényleg rendbe szeditek magatokat, az szerintem mindig egy jó alternatíva. Aztán, hogyha magatokat rendbe szedtétek, akkor érdemes a környezeteteket is rendbe szedni. Itt arra gondolok, hogy én hajlamos vagyok például magam mellett, vagy a kanapé párnái között is alatt gyűjtögetni a használt papírzsebkendőket. Na, ezeket ilyenkor össze szoktam gyűjteni és kidobálni, illetve a felhalmozódott bögréket elmosogatni. Ami szerintem még fontos, én minden betegség után fertőtleníteni vagy cserélni szoktam a fogkeféimet, illetve ugye fogkefémet, mindig csak egy fogkefét használok egy-egy időre. A törölközőmet is le szoktam cserélni, illetve ágyneműt is cserélek, mert abban az ágyneműben, amiben éjszaka a betegség miatt beleizzadtam, vagy teleköhögtem ott a környezetemet, nem igazán szeretnék utána egészségesen szintén aludni. Aztán, hogyha ezzel készen vagyunk, akkor szerintem érdemes szellőztetni és párologtatni. Ezt amúgy is mindig érdemes csinálni, viszont szerintem nagyon fontos az, hogy friss levegő jusson be abba a helyiségbe, ahol egy betegséget lehúztunk, úgymond. A párologtatás pedig szerintem amellett, hogy én nagyon szeretem a jó illatokat a lakásban, amellett szintén az eukaliptusz illóolajat tudom megemlíteni, ami számomra olyan hatással bír, mint hogyha tényleg érezni tudnám, hogy a légutaimat tisztítja, és mint hogyha könnyebben tudnék lélegezni általa. Úgyhogy én ezt is jó szívvel tudom nektek ajánlani, és az utolsó, amit felírtam, ez már arra az időre szól, amikor már tényleg szinte egészségesnek érzitek magatokat, az az, hogy menjetek el egy kicsit sétálni, a friss levegő is jó tud tenni, természetesen megfelelő öltözékben, mert ki szeretne egy betegség után újra beteg lenni, csak azért, mert éppen nem az évszaknak megfelelően öltözött fel, de húzzátok fel ezt a sapkát a fejetekre, tekerjétek a nyakatok köré azt a sálat, és menjetek el egy kicsit, egy 15-20 perc is elég, menjetek a friss levegőre, menjetek el sétálni, és utána jobban fogjátok érezni magatokat. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és tudtam valami hasznosat is mondani. Írjátok meg nyugodtan, hogy nektek milyen tuti, bevált módszereitek vannak arra, amikor betegek vagytok, mi az, ami ilyenkor nektek segít, és nyugodtan jöhetnek az ötletek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és találkozunk legközelebb is, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!